A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit április 30-án kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először ellátogatunk Tóth Krisztina, majd Bobori Zoltán könyvbemutatójára, majd találkozunk Csinta Samu erdélyi íróval, hogy aztán megtekinthessük a Kőszegű ember fiai közönség találkozóját. Végül pedig egy tudósítás következik a szimfonikus zenekar koncertjéről. Tartsanak velünk! A Maroshegyi Olvasóklub vendége volt Tóth Krisztina, a kortárs magyar irodalom egyik kiválósága. A beszélgetésben az olvasók megismerhették az író pályaívét, illetve köteteinek indítatását. A Gárdonyi Géza Művelődési Házban Fazekasné Sín Gyöngyi az Olvasóklub vezetőjének moderálásával nagy érdeklődés mellett mutatták be Tóth Krisztina, a kortárs magyar irodalom egyik kiemelkedő alkotójának pályaképét és az elmúlt időszakban megjelent könyveit, így az Ahonnan látni az eget című új kötete indítatását is megismerhették az olvasók. Az itteni olvasóklubnak mindig feladata vagy küldetése az, hogy olvassunk kortárs irodalmat. Most Tóth Krisztinára esett ez a választás, és már többen olvasták az Ahonnan látni az eget kötetet, talán a Majom szemét is, és hát egy régebbi kötetről is fogunk beszélni, a Pixelről, mert az meg 2023-ban új kiadásban megjelent, és rendkívül érdekes szerkezete, mondani valója van. Pontos az indítatás mindig. Tehát a mostani kötet, az új kötet is egy olyan nexusban ábrázolja az embereket, minket, ami azt hiszem, hogy nagyon fontos ebben a felgyorsult világban is. Pontosan, és én úgy gondolom, hogy talán a forma is, tehát a novella és a tárca novella, mert ha kevesen olvasnak, vagy kevés időt töltenek olvasással, akkor ezek a rövid történetek, ezekre jut idő, és egyébként is olyanok a történetek, hogy tehát elgondolkodtatnak. Tehát nem lehet, hogy most végig suhanok rajta, és végigolvasom elejétől a végig, hanem meg kell állni benne, és elgondolkodni rajta, hogy találkoztam én már ebben a helyzettel, én mit csináltam volna ebben a helyzetben. A József Attila díjas író most megjelent kötete az elmúlt években született elbeszéléseit és tárca novelláit tartalmazza. Az Ahonnan látni az eget a jelenről szól, a velünk, körülöttünk élő emberek életének egy-egy hétköznapi epizódját emeli ki és mutatja meg. Az olvasó pedig hol a háttérben meghúzódó válságokat, tragédiákat, hol pedig a mindennapi abszurditást, a felszabadult nevetést viszi magával belőlük. Nagyon gyakran az utcán gyűjtögettem össze a történeteimet, meg elég sok elhallott párbeszédet szoktam beépíteni. Úgyhogy azt mondanám röviden, hogy járok, kelek és figyelek. És aztán ezekből a mozaikokból fölépítek egy-egy nagyobb sztorit. A legutóbbi nagyobb regény az a Majom szeme volt, és utána megjelent egy rövid tárca novella kötet, Ahonnan látni az eget címmel. Ezek rövidebb történetek. Ennek az indítatása is nagyon fontos, hiszen ízig-vérig hétköznapi emberek mindennapjait ábrázolja még hozzá, olyan nem csak felszínesen, hanem a mélységeit kutatva. Ez fontos az ön számára? Engem mindig az érdekel, hogy egy egészen hétköznapi apró jelenetben hogyan mutatkozik meg valakinek a sorsa, vagy az életének a mély rétegei, és hogy hogyan lehet ezt úgy kibontani, hogy az olvasóban is maradjanak kérdések. Mert nekem az a legizgalmasabb az irodalomban, hogyha marad a szövegben titok, amit az olvasónak kell felfejteni. Tehát, hogyha van valami kis nyugtalanító kibonthatlanság a történetben. A bensőséges hangulatú diskurzusban megerősödhetett az olvasókban, hogy a kis történetek nagymesterét az etikai alapú megszólalás vállalása, éles látása, humora, finom megfigyelései méltán teszik napjaink egyik legjobb magyar írójává.
Az Igéző a Szabad Színház adott otthont Bobori Zoltán könyvemutatójának, a Zavar című kötet egyfajta összegzése a kiváló irodalmár pályájának. Az Igézőben nem véletlenül kísérte nagy érdeklődés Bobori Zoltán könyvemutatóját. A Zavar című kötet esszenciája a Vörös Marti Társaság elnöke kimagasló irodalmi pályájának, mindannak, ami évtizedeken át megerősítést nyújtott olvasónak, pályatársnak egyaránt. Pálfalvi András a kötet előszavában ezt a mélységet idézte meg. Bobori Zoltán új kötetének alaphangja az emlékezés. Az ő avarszőnyege alatt is ott pihennek az emlékek, amik most ebben a kötetben feltámadnak, a líra és a próza eszközeivel új életet kapnak. Őszinte és mélyről jövő érzéseket kelt bennem ez a kötet. Többször elolvastam, így tudtam megírni az előszót hozzá, és a címében benne van. Mindaz, ami rezignáltá teszi az embert, mert ősz van, vagy az ősz után ott van az avar, avalat vannak az emlékeink, és ezek már szaporodnak, igen, tisztességesen. És ez az Ori nagyon szépen megjelentette ebben a kötetben. Öröm volt megírni hozzá az előszót. Közel a 80. évünkhöz, a szerzővel együtt, mi még jól emlékezünk a 4 évszak csodájára, amikor mindegyik évszak természetes szükségszerűséggel követte a másikat. A zsongó tavaszt az érlelő nyár, a gyümölcsadó, de már levélhullató ősz, a fagyos tél előszobája. A lehulló levelek avarszőnyeggé váltak, így fogadva a könyörtelen telet. De az avar alatt ott pihentek az év emlékei, várva a tavaszi feltámadást. Bobori Zoltán új kötetének alaphangja is az emlékezés. A székesfehérvári irodalom egyik lelke és motorja nem titkoltan egyfajta zárszónak is tekinti a míves kötetet, meg annyi emlék tolul felénk a gondolatgazdag megemlékezésekből, a soha nem felszínes köszöntőkből, a komoly és komor és a kellően játékos gondolatsorokból egyaránt. Ebben a korban, amiben vagyok, ilyenkor már az ember tényleg az élő, ragyogó, virágzó fáról egyszer csak elkezdenek hullani a levelek, és lesz egy lábunk alatt susogó avar, sok-sok emlék, szép emlékek, kevésbé szép emlékek. Hát most ebben a avarosban járunk egy zavaros időben. Az est házigazdája Pémaklár Éva nem titkoltan azon pályatársak közé tartozik, aki végigkísérte Bobori Zoltán útját, és tette ezt elkötelezettséggel meg annyi korszakos történés tanújaként. Összefoglaló jellegű egy kicsit ez a kötet, maga a cím is mutatja ezt. Műfajilag nagyon sokféle. Versek, köszöntők, emlékező beszédek, kiállítás megnyitók, bizonyos tekintetben novellák vannak benne. Ugyanakkor érzelmileg van mégis egy összhang, a szeretet, a hit, ennek az átadása és valamilyen módon búcsúzás egy kicsit. Búcsúzás a barátoktól, azoktól, akik már nincsenek itt. Búcsúzás, mintha magától a versektől, az írástól is búcsúzás lenne, de én bízom benne, hogy nem, hiszen az avar alatt gyökerek vannak, ezek tovább élnek, és kitavaszodnak, és ebben bízom, hogy Bobori Zoltán költészete is így lesz. Alba regia. Szívemben hűség, örök szerelem. Lelkemben béke, aranyló kereszt, elmémben intelmek öröksége. Így térdelek eléd emelt fővel, s ha szánnál nekem még szolgálatot, kérjed jó urunkat, adjon erőt. Végsőkig fiat szeretnék lenni. Az újkori boldog Szent Ferenced, ki eteti majd követőidet. A bensőséges hangulatú találkozó megerősítést nyújtott az irodalombarátoknak, mert ahogy Pálfalvi András is megfogalmazta, hiteles vallomásokat kaptak magukkal sodró érzelemhullámok mentén, ahol megjelenik a mély empátia, a természetes humor, minden, ami nem sért, sokkal inkább felvilágosít. Csinta Samu erdélyi író volt az Aranybulla könyvtár vendége, az esten a kiváló közíró az Arisztokraták honfoglalása és az Erdély újranemesítői könyveit mutatták be az olvasóknak.
Hogy élnek ma a hajdani nagynevű erdélyi familiák leszármazottai, milyen lehetőségeik, terveik, álmaik, emlékeik vannak? Erről hallgathattak meg az érdeklődők egy beszélgetést az Aranybulla könyvtárban, ahol Horog László moderálása mellett megismerhették a kiváló erdélyi közíró Csinta Samu, az Arisztokraták honfoglalása és az Erdély újranemesítői című köteteit. Csinta Samu könyvei Kastélyok, arisztokraták és a történelem mesdjéjén kalauzolják el az olvasókat. A kötetek a szereplők elmesélése alapján születtek és dokumentumokkal alátámasztott valós tényeken alapulnak. Családokról, azon felül az utolsó 6,5 évtized történetéről szólnak regényesen, nagyon olvasmányosan, ugyanakkor hitelesen. Érdemes és részemről üdvözlendő, úgymond együtt, egy nemzet tagjaiként, részeként kezelni az erdélyi arisztokratákat az anyaországi, magyarországi arisztokratákkal. Egyrészt, mert gyakorlatilag mindegyik arisztokrata család rokona a másikkal, hihetetlenül sűrű és szövevényes a rokoni kapcsolat. Másrészt ne felejtsük el, hogy Magyarország történetének nagyon sok meghatározó egyénisége, fejedelme, az újabb korokban miniszterelnök és több tárca vezetője is erdélyi arisztokrata család leszármazottja. Úgyhogy ebből a szempontból én teljes mértékben egységesen kezelem ezt a történetet. Persze az erdélyi arisztokráciának mégiscsak megvan a maga külön erdélyi útja is, főleg azért, mert az 1944-45-ös, tehát a II. Világháború vége utáni menekülés gyakorlatilag két menetoszlopra osztotta a menekülő erdélyi arisztokratákat. Az egyik részük Budapestről visszatért, mert el akarta hinni megítélésem szerint a kedvező híreket, hogy minden rendben lesz és minden úgy lesz, mint korábban. Másik része tovább ment nyugatra, nyugaton szocializálódott, ami viszont, és igazából a könyvek megírásánál ezek voltak a legfontosabb szempontjaim, azok a titokzatos hívószavak, az a titokzatos kötőanyag, amely ezt a két egymástól művi módon elszakított menetoszlopot, amint lehetett, ugyanazon cél felé indította el. Tehát az indítatás megvolt, ugyanakkor nyilván, hogy ehhez rendkívül komoly kutató munka kellett, hiszen a jelenben a 21. század felgyorsult világában is számtalan olyan történet kering, amelynek utána kellett járni. Nyilvánvalóan, de nagyon jó idegenvezetőim voltak maguk az arisztokraták. Emellett természetesen sokat könyvtároztam, sokat levéltároztam. Mindennek az eredőjénél azonban egy személyes tapasztalat, talán már-már barátság, gáfajuló kapcsolat volt, és pedig Gróf Kálnoki Tiborral való kapcsolatom, amely kapcsolat oda vezetett, hogy a társaságában több más arisztokrata család leszármazottjával is találkozhattam, és megtapasztalattam egy sereg olyan dolgot, felmerültek bennem olyan kérdések, kérdőjelek, amelyek aztán a továbbiakban nem hagytak nyugodni, és e könyvek megírásához vezettek. 160-170 órányi beszélgetés van e könyvek mögött, nagyon-nagyon sok órányi könyvtárazás, levéltárazás, és a végén megengedtem magamnak, hogy igazából újraírjam az ő saját történetüket eme információk és dokumentumok alapján. Nagyon fontos a múlt és a jelen, viszont ha nem spoilerezni szeretném, de mindenképpen fontos kérdés, hogy milyen jövőképük van azoknak az arisztokrata családoknak, akik talán visszatérnek a közéletbe is? A kérdés az kezdet-kezdetén bennem is nagyon élesen felmerült. Újságíró vagyok, tehát az ilyen típusú jelenbe, sőt a jövőbe pillantó kérdések már-már természetszerűen felbukkannak az emberben. Ma már jóval megengedőbb és belátóbb vagyok az ő esetükben, elsősorban azért, mert ahány visszaigényléses történet, ahány restitúció, ahány kastély, udvarház, birtok újraépítése, új identitással való ellátása, annyi történet, annyi nincsenek sémák, nincsen egyfajta bárkire érvényesíthető szabály vagy szabvány, és azt kell mondanom, hogy egy családok leszármazottai rengeteg energiát, időt, álmokat bele töltve ezekbe a késztetésekbe,
próbálnak új értelmet és igazi értelmet adni a hajdani jusnak, amelyet így ugyanúgy részben vagy egészben visszakaptak, és egyelőre azt hiszem, hogy nem várható el tőlük a tényleges közéleti szerepvállalás. De ami késik, az remélhetőleg csak, illetve ami késik, az csak késik és nem múlik, mert azért ezeket az arisztokrata családokat, a leszármazottakat, az utódokat mindig abban a szellemben nevelték, hogy ők felelősséggel tartoznak az iránt, a közösség iránt, amelynek az élére születtek. Legyen az egy falu, vagy legyen az egy város, legyen akár egy nemzetrész, és ez a fajta felelősségérzet és felelősségvállalás szerintem ma is megvan bennük. Az idő nem feltétlenül kedvez ezeknek a kifejtésére. A két kötet az itthon maradt aporokról, betlenekről, hallerekről, az új életet Európában vagy a tengeren túlon kereső kálnokiakról, mikesekről, telekiekről szól, akikben mindig megvolt a jellegzetes tartás, az értékelő életérzés, amelyben a régiség nem kacat, hanem érték, és mindnyájukban felfedezhető az örökségtudat, miszerint felelősséggel tartoznak a közösségért. A kőszívű ember fiai előadás színészei közönség találkozón válaszoltak a közönség kérdéseire az előadás után. A jó hangulatú diskurzusban a szereplők beavatták a nézőket a darab kulisszatitkaiba. Közönség találkozót rendeztek a Vörösmarty Színház kávézójában a nagy sikerű kőszívű ember fiai előadását követően. A találkozón a darabban szereplő művészek mellett Szikora János is megjelent, és a hangulatos diskurzusban mondták el, milyen gondolatokkal fogtak neki a kulcsmű színpadra állításának. Érdekes, hogy Jókai egy epilógust írt a regényéhez. Nem túl hosszú, körülbelül egy fél oldal. És ebben az epilógusban a jövőről beszél. Mint egy a jövőnek ajánlja ezt a múltbeli történetet. Mert akkor már múlt, hiszen 20 évvel a forradalom leverése után írta ezt a művet, és jövőnek ajánlotta, és én úgy olvastam, hogy ez hozzám szól. Kicsit, mint egy stafétát éreztem, és én megfogtam ezt a stafétát, és továbbadom. Továbbadom a mai Magyarországban, a mai magyar fiataloknak, azoknak, akik remélem, hogy meghallják ennek az üzenetét, és felmérik annak a jelentőségét, hogy ahogy Jókaiban is a remény a jövő fiatalokban volt, úgy bennem is, és a mai Magyarországban is a remény a fiatalságban van. Feszültség, a csend, illetve a vastaps a bizonyos értelemben megerősítést jelent mindenképpen. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az előadást jó néhányan már többetszer látják, és mégis itt vannak velünk, hiszen az is nagyon fontos, hogy egy ilyen közönség találkozón szembesülhetnek azzal, hogy miként gondolkodnak a művészek. Igen, de én őszintén szólva, most a beszélgetés előtt vagyunk, de nagyon bízom abban, hogy ez egy kölcsönös párbeszéd lesz, hiszen amennyire a közönség kíváncsi ránk, úgy mi is kíváncsiak vagyunk a közönségre. Nem csak arra, hogy nevete, hogy csöndben van-e, vagy mennyire tapsol, hanem arra, hogy milyen gondolatok maradtak bennük, milyen érzések maradtak bennük az előadást követően. Ez a mai este reményeim szerint erről is szólni fog majd. Az elkötelezett reformális lelkes forradalmár Baradlai Ödön szerepében Imre Krisztián mutatta be, milyen gondolatokkal élte meg a klasszikus dráma kulcs pillanatait. Alapvetően én nagyon remélem, hogy segít majd a nézőknek megérteni ezt az egyébként eléggé bonyolult történetet. Én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül mindenki olvasta ezt, beleértve magamat is akkor, amikor ez kötelező volt, pont azért, mert nem egyszerű szöveg. És én bízom benne, hogy a mi adaptációnk ebben könnyítést fog tudni nyújtani. És tényleg azt, hogy színház történeti pillanat, azt majd az idő igazolja, de nagyon remélem, hogy így van. Baradlai Rihárd bőrébe Kovács Tamás bújt számára az egyik főhős, az egyenes, egy becsületes ember valóságos mintája,
aki elutasítva a Bécsi udvar megkeresését a Magyar Szabadság víziója mellé állt. Az az igazság, hogy nekem nagyon nagy félelmem volt, amikor elolvastuk a szövegkönyvet, hogy vajon ebből mi fog kisülni, ugyanis színészként szerintem az a legnagyobb kihívás, hogy mögé kell tudni állni ezeknek a hatalmas a gondolatoknak és érzelmeknek, és ezeket a súlyos-súlyos nagy-nagy mondatokat úgy elmondani, hogy ez érvényes legyen, és hogy mögötte ott legyen az ember. Szóval nagyon izgultam, és részemről én ezt gondolom így belülről, hogy sokáig döcögött, hogy ez sikerül ezt megugranom, vagy sem, de úgy érzem, hogy végül, amit elképzeltünk, az körülbelül meg is valósult. Megerősítést jelent, hogy egy ilyen közönség találkozón is telt házban? Igen, hát ez mindig nagyon jó ilyenkor ezt látni színészként, alkotóként, hogy ennyien kíváncsiak arra, hogy most itt miről fogunk mi beszélgetni. A szép lelkű, aranyszívű, ugyanakkor könnyen befolyásolható Jenő, aki aztán a történések pozitív hőseként áldozza fel magát, Ionescu Raúl alakításában, bizonyosan egyik csúcspontja a darabnak. Egyrészt azt hiszem, hogy én próbálok csak méltónak lenni ehhez a gyönyörű anyaghoz, a jókai textushoz, meg most nem tudok a fölött sem elmenni, és nem is akarok, hogy a Tordi, aki a Várkonyi filmében játszott ezt a figurát csodálatosan, és most hunyt el, és valahogy nem akarok patetikusan fogalmazni, de olyan ez kicsit szerintem ez mint egy ilyen örökség, egy ilyen nagyon fontos ilyen öröksége a magyar szépirodalomnak. A nagy sikerű közönség találkozó újra megerősítette a színházbarátok számára, hogy valóságos élményt nyújt egy ilyen közönség találkozó, ha közvetlenül a színművészektől tájékozódhatnak egy-egy darab megszületésének körülményeiről, illetve kulisszatitkairól. Záró hangversenyhez érkezett az Alba Régia szimfonikus zenekar Farkas Ferenc bérlet sorozata. A nívós koncertek sorát ezúttal is Teltház előtt Balázs János, Kossuth Díjas zongoraművész vendégszereplésével tették teljessé a szimfonikusok a Vörösmarty Színházban. Kivételes zenei élmény várta a klasszikus muzsika barátait a Vörösmarty Színházban. Az Alba Régia szimfonikus zenekar Farkas Ferenc bérlet sorozatának záró koncertjén megcsodálhatták a Kossuth és Liszt Ferenc Díjas szerte a világon ismert és elismert virtuóz zongoraművész Balázs János játékát, aki Rachmaninov második C-moll zongora versenyével kápráztatta el a zeneértő közönséget. Szép dolog a sok elismerés, nagyon jó leső, fontos a visszaigazolás, szép dolog az, hogy a világon bárhol játszhat az ember, és hívják, és hogy külföldön is nagy sikert lehet aratni, de nekem, számomra az itthoni közeg, a magyar embereknek való muzsikálás, a lelkemben való zenének az átadása, az valami egészen biztosan kiváltság, és nagyon nagy öröm, és ezért is játszom a lehető legtöbbet itthon élek, nem gondolkodtam el egy pillanatig sem, hogy elköltözöm, pedig hívtak sok helyre. Én itthon vagyok otthon, én itt akarok élni, itt akarok olyan dolgokat végezni, amelyeket tulajdonképpen a Jóisten rám ruházott. A zeneművésznek az a feladata, hogy boldogságot adjon az embereknek a zene által. Ezt nekem úgy érzem kötelességem megtenni, és önző módon még engem is boldoggá tesz, hiszen imádom azokat a műveket, amelyeket játszom. Ez egy olyan helyzet, egy olyan szerencsés együttható, hogy én tulajdonképpen a hobbimat mondhatom a szakmámnak, hogy én állandóan zongorázom, és hogyha ezzel másoknak örömet okozhatok, az még teljesebbé teszi az érzést. Köszönjük szépen, ugyanakkor a mai választás, én azt hiszem, hogy teli találat, annál is inkább, hiszen Rachmaninov kellően elvarázsolt volt ahhoz, és természetesen a szakmai tudása is világhírnévet hozott neki, hiszen zongoraművészként, karmesterként, zeneszerzőként egyaránt csodát adott nekünk. Milyen gondolatokkal választotta ezt a művet? Én az elmúlt egy évben, sőt, inkább azt mondom, hogy az elmúlt 6 évben, de
fókuszában az elmúlt egy évben nagyon sokat foglalkoztam, dolgoztam Rachmaninov művészetével, azonból is az összes zongora versenyét eljátszottam nemrég Budapesten, és a Zenakadémián, és ebből adódóan egy teljes mámorban vagyok, azt kell, hogy mondjam. Rachmaninov muzsikája nagyon közel áll hozzám, ahogy mondta, ő megtestesítette a Liszt-Ferenci gondolkodásmódot, tehát zeneszerző, karmester és elsőrangú zongorista, pianista. Ezáltal tulajdonképpen mindent tudott a szakmáról. Hogyha meghallgatjuk az ő felvételeit, Rachmaninovról maradtak fent felvételek, hát valami mámoros. Nem lehet elképzelni ilyen zongorázást, hiszen az ő gondolkodás, mondja, az ő érzelemvilága teljesen máshogy alakult. Ő a zongorát eszközként használta a saját zenéjének a megvalósításához, mi pedig belecsöppenünk a kellős közepébe a művészete által. És azt, hogy ma a második zongora versenyt itt eljátszottam a Vörösmarty Színházba, a számomra azért különleges alkalom, mert még a szimfonikus zenekar, az Alvar Iga szimfonikus zenekarra soha nem játszottunk együtt. Óriási élmény volt a próba, gyönyörű szépen játszik a zenekar. Ez egy nehéz verseny, mi ezt szögezzük le. Ez nem egy repertoár darab, ez nem egy olyan, amit minden héten játszik egy zenekar. Nagyon kemény munkát kell beletenni, és fokozott figyelmet kell tenni a szólistára, mert ez minden zongorista másképp játsza. Nagyon-nagyon jó. Igényes kamaramuzsikálás alakult ki ragyogó karmesterrel, Dobszai Péterrel, akivel szintén első alkalommal dolgozunk együtt. A szimfonikusok Dobszai Péter junior prémadíjas karmester vezényletével Rachmaninov műve mellett elmélyülhettek Beethoven C-mol-sor szimfóniájának dallamaiban is. Dobszai Péter megerősítette, a zenekar számára minden szempontból megerősítést jelent, hogy Balázs Jánossal együtt mutathatnak egyfajta jövőképet a közönség számára. Személyes kapcsolatom Balázs Jánossal nem most kezdődött, ismerem őt régebről, de mégis ez az első alkalom, hogy együtt muzsikálunk. És nekem nagyon nagy élmény azt, és a kollégáimon is ugyanezt látom, hogy nagyon nagy élmény nekünk megtapasztalni az ő zeneiségét, mert hát az ő személyében nem csak egy nagy virtuózról beszélünk, hanem egy mély muzsikusról, és egy végtelenül szerény és kedves emberről. Úgyhogy Rachmaninov hangjain keresztül kapcsolódni ő vele, ez egy ajándék mindegyünk számára. Természetesen teltház lesz, hiszen én azt hiszem, hogy a másik darab is minden igényt kielégít a klasszikus zene barátainak. Így van, C-mol zongora verseny után C-mol szimfóniát játszunk, Beethoven 5. szimfóniáját, és hát azt kell mondanunk, hogy a két darabnak a dramaturgiai ívében van egy nagyon nagyfokú rokonság, fájdalmakon való keresztüljutást és azokon való győzelmes felülemelkedést mutat mind a két mű, mind a két esetben. Csodálatos szép durra fényesedik a zárótétel a kezdeteknek a moll fájdalmai után, és hát Beethovennek ez a műve is olyan tökéletességet ér el, annyira megdöbbentően fegyelmezett kompozíció minden vadsága és látszólagos zabolátlansága ellenére, hogy nagyon örülünk ennek, hogy rátaláltunk erre a párosításra. A nívós koncertek sorát tehát ezúttal egy olyan vendégszólistával zárta a zenekar, akinek játéka, magas szintű zongora technikája mély zeneiséggel párosult, miközben megcsillogtatta különleges képességét arra is, hogy játékával megszólítsa a közönséget. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.